Sziasztok! Nem tudom, észrevettétek-e, de meg már én is panaszkodtam, hogy mostanában elég nehéz olyan rizst venni, amiből jó párolt rizst lehet főzni, és én már itthon rég rászoktam, hogy csak a jázmin meg a basmati rizst használom, de most kiszúrtam, ezt most konkrétan a Lidl-be vettem megint, hanem hol máshol, hogy ez a ilyen zacskósban, ez a főzős rizs, ez 100 forinttal volt drágább, mint a sima as meg bés rizs. Tehát ilyen 600 forint körül vettem, a kilós árat mondom most. Tehát, vagy 690, de mindegy, a lényeg, hogy ilyen nem sokkal több, mint 100 forint a kilós ár között a különbség, és ugye a jázmin az most már 1000 forint, a basmati 1100-1200, ez meg ilyen 600 körül van. És azt találtam ki, hogy megnézem, hogy mi van akkor, hogyha ebből, tehát én ezt a belógatós főzzük meg, ez a, tehát azt nem szeretném, de hogyha ebből csinálnék klasszikus módon párolt rizst, és most kipróbálom, hogy így milyen lesz, mert nem tudom, hogy ez előfőzött rizse, vagy hogy készítik elő erre a zacskós főzésre, de most kipróbálom, ez ugye fél kiló, a két zacskó az 25 deka, tehát fél liter vizet fogok bemelegíteni, és most teljesen úgy, ahogy szoktam, teszek rá annyi sót, amit erre gondolok, de amikor felöntem, én mindig megszoktam a vizet nyalni, amikor már forr, és akkor látom, hogy biztos jó a só mennyiség, és most bemelegítek még fél liter vizet, meg ezt elkezdem pirítani. És addig pirítom, hogy ugye kifehéredésig szokták mondani, de Isten igazából itt az a lényeg, hogy amikor felöntjük a forró vízzel, ne álljon le a hő átadás, tehát ne kezdjen el ázni, mert akkor lesz ilyen ragacsos, és úgy szoktam megnézni, hogyha egy összecsipitek, au, és már nem bírja a kezetek, tehát annyira forró, hogy szinte megéget, akkor az már jó, olyankor már föl lehet szépen önteni a vízzel, és ilyenkor mindig így ferdén tegyetek rá a fedőt, mert elkezd ugye föl bugyogni, hogy ne fusson ki. És akkor egy idő után is le is veszem takarékra, ugye ez az erős forrás leáll. És akkor a legkisebb lángon át fogom tenni a legkisebb lángra kell párolni, és most ez a 25 dekához nem fogok beletenni, nincs olyan kis fejvörös hagymám, hogy most egy új hagymát dobok bele, mert a párolt rizsbe kell hagymát tenni. Sót, ugye olajon pirítjuk, só kell bele, meg hagyma, attól nem sima főtt rizs lesz. Na! És akkor ezt most addig, amíg el nem fővi a vizet, addig ilyen takarékon pötyögtetve párolom, és amikor elfügte a vizet, lezárom, és hozzá se nyúlok legalább egy 20-30 percig, utána fogom átkeverni és megnézni, hogy milyen lett a rizs, így kell jó párolt rizst csinálni. Na, eltelt 20 perc, miután lezártam, és ugye amikor elfőtte a vizet, és akkor most megnézem, hogy figyeljetek, ez már most így ránézés, ugye ilyenkor valami villával vagy valamivel kell így föllazítani, hagyni kell kigőzölögni, és akkor nem lesz egy ilyen tapadós valami. Hát ez most így ránézésre teljesen jónak tűnik. Nem kemény a közepe. Figyeljetek, nagyon jó. Úgyhogy szerintem víze is nem dohos. Figyeljetek, kiírom, hogy ezt a zacskós, vagy nem tudom, hogy a márket, vagy valamit. Aki nem akar ilyen jázmin meg basmati rizst venni, de szeretne jó rizst főzni, az szerintem, hogyha megveszitek ezt a zacskósat, és így a hagyományos eljárással elkészítitek, akkor egy ilyen teljesen jó. Ez most még egy kicsit, hogyha itt párolog, gyönyörű szép pergős rizs lesz, és tök jó íze van. Úgyhogy így tudtok olcsón, nagyon jó minőségű rizst csinálni, ezek szerint ez valami más fajta rizsből van, nem abból, ami ez a kilós rizs, vagy valamit bingiznek vele, nem tudom, de nagyon jó is lehet belőle így főzni, jó? Na, köszi a figyelmet, mindenkinek jó étvágyat hozzá, jó főzés, könnyű kajákat, sziasztok!